útátadó ünnepség volt Horton. Szabó Zsolt folytatta köszönő körútját a választási körzetében. Modern, minden igényt kielégítő családi szobát avattak a 60-i kórházban. Jó estét kívánok, a HOTV iradóját látják, én Szabó Dénes vagyok. Ünnepélyes útátadót tartottak Horton. Az egész hosszában felújított Táncsics Mihály utat Kerek Oszkár polgármester, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Forgács Péter kivitelező adták át a település lakosainak. Elkészült teljes egészében a Horti Táncsics Mihály út, amely útszakasz már a 14., ami elkészült. A némi önkormányzati önrésszel megvalósult állami beruházás mintegy 18 millió forintba került, mondta megnyitó beszédében Kerek Oszkár polgármester. Újabb utakat adtunk át, most már a 14. útszakasz készült el Horton, rövid 5 év alatt, és hát nyilván ennek örülünk, örülni is kell, a lakosság is nagyon örül, mert használatba vették végre. Olyan utakról van szó, amik állapotban már nagyon rossz volt, és most került arra sor, hogy végre fel tudjuk újítani. A település vezető örömét fejezte ki, hogy a lakosság már is birtokba vette és használja az útszakaszt. Külön köszönetét fejezte ki a közbenjárásáért Szabó Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőinek, aki kifejtette, hogy Hort egyik leghosszabb utcája már régen megérdemelte a megújulást. Folyamatosan az a cél, hogy a Hort településen valamennyi utat, utcát felújítsunk, és ebből ma 3 útszakaszt adtunk át. Ez a kormány által biztosított évvégi maradványpénzből sikerült elhozni. Azért kiemelkedő, mert nem sok településen sikerült ilyen pénzt elhozni. Itt Horton jók voltunk, ügyesek voltunk. Konkrétan az átadás helyszíne az a Táncsics út volt, és a régi, tehát ilyen 40 éves rossz állapotban lévő szakasznak a felújítása. Ráadásul két oldalra fehér kő lett leszórva. Úgy néz ki az egész, mintha egy díszcsomagolásba került volna. Én abba bízom, hogy ott, ahol utat építünk, ott nőnek az ingatlanárak, nő a lakosságnak a jó érzete, és egyre több fiatal fog letelepedni. A képviselő az átadó beszédében hangsúlyozta, hogy egy út az összefogást jelképezi, amely összefog egy utcát, házakat, a települést és összefog egy választási körzetet. A szalagátvágás előtt azt kívánta a hortiaknak, hogy a jövő nemzedéke úgy nőjön föl, hogy göröngyös, rossz úttal ne találkozzanak. Folytatta köszönőlátogatás sorozatát Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. A politikus a választási győzelem után most Hortra, Ecsédre és Rózsaszentmártonba érkezett, ahol egyeztetette a helyiekkel a közeljövő terveiről. Megnéztem a településen a utak állapotát, környezetet, és hát most éppen a képviselőtestülettel fogunk találkozni, beszélgetni, aztán találkozunk az itt élőkkel. Meg szeretném köszönni az elmúlt 4 évet, meg szeretném köszönni azt a segítséget, amit kaptam, azt a támogatást, és hát a következő időszakról is beszélünk egyben. A 2018. évi jótékonysági bál és az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet saját beruházásának eredményeként elkészült a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály családi szobája, amelynek ünnepélyes átadásán jártunk. Folyamatosan fejlődik a 60-i kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztálya, nemrég itt a vénaszkenner állt munkába, most pedig az elkészült családi szoba növeli az osztály komfortosságát. A modern, fürdőszobás, klimatizált és konyhasarokkal felszerelt, kifejezetten hangulatos szoba per pillanat a kedvencem az intézményben, mondta dr. Stankovics Éva főigazgató. Én azt gondolom, tényleg egy európai színvonalú szoba, ahol a gyermek a hozzátartozóval kényelmesen minden igényt kielégítve itt tud tartózkodni a gyermek bentfekvése, gyógyulása idején. Dr. Rosta Ildikó, a gyermekosztály vezetője átadó beszédében elmondta, hogy nagyon nagy lépés az osztály életében, hogy egy kifejezetten 21. századi magas komfortfokozattal rendelkező szobát alakíthattak ki, mellyel még vonzóbbá tehették a részleget. Minden gyermeknek nagyon fontos, hogy a szülőjével együtt gyógyulhasson. Ez nálunk évek óta már elvárás a szülők részéről, hogy bent maradhassanak akkor, amikor a beteg gyermek bekerül a kórházba. Ezt igyekeztünk eddig is megvalósítani. Az elkülönítés nem volt eddig minden esetben jól megoldható.
valamint nagy igény volt a szülők részéről arra, hogy egy olyan külön szobában kaphassanak helyet, ahol esetleg van külön fürdőszoba, WC, ne adj Isten egy kis konyhasarok is, és ezt a kérésüket, illetve a mi álmunkat valósította meg most a kórház vezetése ezzel a családi szobának a kialakításával. A főigazgató köszönetét fejezte ki a sok-sok támogatásért, majd elárulta, hogy az osztály főnővérének ötlete volt színes baglyokkal díszíteni a szobát, így az ünnepélyes kulcsátadó után már nem csak dr. Bubóról beszél majd az utókor. Az előző év azonos időszakához képest 17,5%-kal több, 12.871 új személyautót helyeztek forgalomba májusban, az év első otthonnapjában pedig 28,6% volt a növekedés a 2017. január-május időszakhoz képest, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete az MTI-vel. Az Egyesület adatai szerint a májusi eredmények elsősorban a magánvásárlók visszatérését tükrözik, arányuk meghaladta 40%-ot, ráadásul a céges vásárlások egy része is magánvásárlásnak tekinthetőek. Szinte mindenben duplázott az ESZJ-a, a tavalyi duplájára majd 1,5 millióra nőtt az ESZJ-a bevallásokat interneten beküldők száma, kétszer annyian, több mint 800 ezeren fogadták el a bevallási tervezetet módosítás nélkül, miközben az ESZJ-a felületet az idén 3,3 milliószor keresték fel, ami ugyancsak duplája a tavainak, tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t. Az adatok duplázása igazolja, hogy egyre elterjedtebbek a hatóság elektronikus szolgáltatásai, vagyis az adózók partnerek abban, hogy néhány éven belül teljesen papírmentes hivatallá váljék a NAV. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinket keressék a 60online.hu-n, viszontlátásra! Szombaton az intenzív gomoly felhő képződés következtében sokfelé várhatóak záporok, zivatarok. Heves viharok is előfordulhatnak. Vasárnap főként a Dunától keletre és délen készülhetünk többfelé eső kialakulására. Hétfőn szorványosan fordulhatnak elő csapadék a változóan felhős napos időjárás mellett.